Leszakadt egy társasház födémszerkezete Budapesten a Király utcában, az épület darabjai pedig a parkolóautókra hullottak. A lakatlan épületbe korábban 5 külföldi fiatal mászott be, de nem sokkal ezután egy hatalmas robaj hallatszott bentről. A tűzoltók még időben kimenekítették őket, pár perccel később az egész födémszerkezet leszakadt, az épület életveszélyessé vált. Akkora robajja szakadt le ennek a belvárosi háznak a födém szerkezete, hogy erre még a szomszédok is felriadtak hajnalban. Lényegben nagy zűrzavar volt, sokan voltak az utcán, amott is voltak, mert ott jöttek ott az alulsó részen, én nem itt voltam, és recsegett az egész, és egyszerűen potyogott lefelé. A ház közvetlen környékén van a főváros egyik legnépszerűbb szórakozó negyede, esténként több száz fiatal is megfordul erre. Kisdi Márk Máté, a katasztrófa védelem szóvivője elmondta, hogy a lakatlan házba 5 külföldi fiatal mászott be. Egy 30 négyzetméteres födémrész szakadt le, pont ott, ahol korábban a fiatalok tartózkodtak. Ekkor a tűzoltók statikust hívtak a helyszínre, ő is megállapította, hogy a ház életveszélyes. Ennek a háznak a sorsáról már évek óta folyik a vita. A ház 1844-ben épült Hildi József tervei alapján. A 90-es években kiürítették a házat, majd több mint 10 évig üresen állt. 2006-ban viszont kiadták a bontási engedélyt. Az Óvás Egyesület, amely a 7. kerületi műemlékvédelmi szempontból értékes épületeket védi, többször tiltakozott a bontás ellen. Megszerezték az egyéni műemlékvédelmi jogot. Ez azt jelenti, hogy az épületet nem lehetett lebontani, csak akkor, ha életveszélyessé válik a ház. Eddig ez nem történt meg, mégis megkezdték a tetőszerkezet bontását. Ez az egyik legjobb trükkjük az ingatlan fejlesztőknek, ahol műemlékvédelmet kapott egy ház, ott az egyetlen esélyük az, hogy életveszélyessé nyilvánítják, és ezt statikai szakféleményeket is tudnak, ugye, bármit lehet mondani, vagy hogyha még nem életveszélyes, akkor megvárják, amíg az lesz, és néha esetleg rásegítenek. A bontás ismeretlen okok miatt leállt 2006-ban, a ház pedig azóta is üresen áll. Kerestük a 6. kerületi önkormányzatot is, de nem tudtunk senkit utolérni.